Fokozatosan nyitnak a miskolci strandok kültőri medencéi. A barlangfürdő már ezen a hétvégén várja a szabadtéri medencékben fürdeni vágyókat. A Selyemréti strand és az Ellipszum gyermeknapra tervezi a kültéri medencék nyitását. Ezeket már feltöltötték vízzel, a tapolcai fürdőkomplexum udvarán pedig már a tereprendezés is elkezdődött. Nyírják a füvet, a korábban ültetett, de kiszáradt fák helyett hamarosan újakat ültetnek majd. Megérkezett a jó idő, az Ellipszum élmény és strandfürdő udvarán is készülnek a nyári szezonra. A múlt héten tápoldatozták a füvet a telepítő társaság utasításai szerint, most pedig 7 nap eltelte után kezdődhetett a pázsit gépi nyírása. Sajnos ez a fánk is kiszáradt, de ahogy látható, a többi fák életben vannak, szépen zöldelnek. A fürdő tavaly telepített fáinak nem kedvezett az elmúlt tél. Közülük jó néhány kiszáradt az udvaron és az Ellipszum előtti parkban is. Néhány fa nem bírta ki ezt az elmúlt telet, ezért a fákat újra kell telepíteni. Jeleztük a kivitelező társaságnak, akik garanciában már a jövő héten cserélni fogják ezeket a fákat. Úgy gondolom, hamar ismét teljes szépségében fogjuk látni az Ellipszum élményfürdő kert részét. A fürdőkomplexum szabadtéri medencéit feltöltötték vízzel, van, aki már ki is próbálta, de a strandszezon itt és a Selyemréti fürdőben is csak május utolsó hétvégéjén kezdődik. A barlangfürdő kültéri medencéi nem csak a nyári szezonban üzemelnek, ide már ezen a hétvégén várják a vendégeket. Az önkormányzat tájékoztatása szerint minden strandon elvégezték a szükséges karbantartásokat, burkolatjavításokat, takarításokat, és a gépészeti berendezéseket is beüzemelik a szezon kezdetre.